Nagy Balázs színész lesz a Fuss a Struccal elnevezési futófesztivál egyik nagykövete. Erről beszélgetett a Győr Plusz Rádió szerda reggeli adásában a műsorvezetőkkel. A rádiós interjú után a művész híradónak elmondta, 9 éve fut rendszeresen, tavaly összesen 17 versenyen is részt vett. Nem volt számára kérdés, hogy igent mond a szervezők felkérésére. Nagyon, nagyon szeretek sportolni, nagyon elkapott az utóbbi években a sportolás, főleg a futás, úgyhogy azt gondolom, hogy akkor is elmentem volna futni, hogyha nem kell felhívnom a figyelmet arra, hogy ez egy jótékonysági futóverseny, de így, hogy ennek van egy nemes célja, így még szívesebben veszek részt rajta. Különösen így, hogy beteg gyermekek számára szeretnének összegyűjteni egy új lélegeztető gépre valót, a művész édesapaként még jobban átérzi ennek a jelentőségét. Balázs már gőzerővel készül az év újabb sportos kihívásaira. Idén már részt vett egy nagyszabású futóversenyen, az április 23-ai futófesztivál pedig jó állomása lehet a maratonra való felkészülésének. Egy félmaratonon már túl vagyok, egy februári félmaratonon Kőbányán, amit nagyon szeretek futni, ez egy föld alatti futóverseny. A nagy céljaim között szerepel, idén szeretnék újra maratont futni, tehát hogy valahogy így a kettő között vagyok még, hogy így készülök arra, hogy a személyedzővel is valamint a gyacban járok futóedzésre, úgyhogy készülök a távokat teljesíteni. Nagy Balázs tehát maga is fut majd a Struccal, és erre biztat minden sportolni vágyót. A szervező gyermekintenzív terápiás alapítvány úgy alakította a rendezvényt, hogy több távot is lehet teljesíteni. Adományozni természetesen a futás mellett is lehet, és sokan már szerencsére meg is tették, hiszen több mint 1 millió forint jut össze idáig.